hogy itt is vagyunk hamarosan a folytatásra, megtörténnek az utolsó cserék, mindkét oldalon volt csere, igen, jól látom, itt most egyébként éppen a balatonalmádi játékos érkezik, 22-es szám előtt. Azért is érdemes elmondanom, mert megjegyeztem róla, hogy egyébként Ónodi Alex, ő volt, ő a Balatonfüredi Karolina kávéház üzletvezetője, tehát most már ebből az üzletágból is van játékos a pályán. A Ferencvárosnál Ryan Maé helyett Rocco Baturina érkezett, Bogdán Ádám a kapuban már, Bogdán Ádám helyett a kapuban most már Szécsi Gergő. Baturina érkezett a második játék része, Rocco Baturina 22-ese, Katona Máté 24-ese. És Katona Máté is érkezett a csapatba. De valószínűleg a hangos bemondó ezt talán még talán érthetőbben is mondta, és hangosabban is. Szóval akkor a Ferencvárosnál Bogdán Ádám helyett Szécsi Gergő, a folytatásban Ryan Maé helyett Rocco Baturina, és érkezett Katona Máté is. Közben egy lövés Rocco Baturinától. Ez elkerülte a kaput. Vécsei szerez labdát, ővi a csapatkapitányi karszalag. Ramadán cselezget, és teszi vissza Vécseinek. Remek beívelés, Rocco Baturina ellevette le, és végül nagy nehezen tisztázni tudnak a hazai védők. Az Almádinál is több fiatal játékos érkezett, illetve hát, amint mondtam, 22-es számú Ónodi Alex. Katona Máté, 24-es messzámban. Egy beívelés, és jön a kapus. És végül Regics lövése Rocco Baturinán akadt el, Rocco Baturinában akadt el. Vécsei. Katona. Egy jó kitett labda a szélre. Gera beadása, és a fejes, és végül utat talál a kapuba. Ám már Ramadán. Jó kitett labda volt a szélre, a beadást pedig Gera beadását, ám már Ramadán bólintotta a kapuba. És ezzel a 48. percben megérkezett a 8. ferencvárosi gól. Ez volt ám már Ramadán második gólja. Ugye az első fél időben egy Borda Patrik által kirúgni induló labdát végül levadászott Ramadán, és szerezte meg a ferencvárosi gólt. Most ezúttal fejjel volt eredményes. Ramadán egyébként Németországban, az edzőtáborban, a Heimstetten elleni felkészülési mérkőzésen szintén duplázott. Közben egy eladott ferencvárosi labda, megjön az almádi szurkolók hangja is. Ónódi. Biztos beszédtéma lesz majd ez a mérkőzés a Balatonfüredi kávéházban. Katona, jól veszi észre Ramadánt a bal szélem. Ramadán és csontos összjátéka, jön a lapos, de pattogó beadás, kivágják a Balatonalmádi játékosok. Imbor fut versenyt. A Balatonalmádi játékossal, és megvárja Gerát, így ő dobhatja be a labdát. Visszadobja Imbornak, aki Szántót veszi célba, itt ez egy picit most lassan
pörgött a labda. Az 50. percben járunk, és 8-0-ra vezet a Ferencváros. Sami Mai nem tudta jól megjátszani Csontost, aki viszont most labdát szerez, és pörgeti tovább. Nincs kint a labda, jön a pattogólapos beadás. Bordáról kipattan a labda, Rocco Baturina lövését pedig a gólvonalról tisztázzák. Több kapus is van az Almádi csapatban, nagyon jó a védekezés. Gyerünk, bajra, Almádi! Vécsei. Sami Maé. Csontos. Ez most ezúttal inkább egy lőtt passz volt, Ramadán. Teker! Kapubal oldala mellé. Már is letámadunk a kapu előterében. Vécsei és Rocco Baturina előbbi labdát szerzett. Vécsei majd a passzát Rocco Baturina ballal a bal alsóba lövi. 9-0 az 51. percben. Azért ez így most már tényleg kiütés. 9-0 arányban vezet a Ferencváros csapat az 51. percben. A gólszerző a 22-es számba játszó Rocco Baturina. Hát nem úgy néz ki, hogy kozmetikázna az eredményen a hazai csapat, sokkal inkább szerzi a gólokat a Ferencváros. Most viszont egy szép kényszerítőt láthattunk, de Vécsei Bálint nyújja le az akciót. Szántó passzába. Hát én még azért nem játszok, de kicsit magas volt nekem is a labda. Nem baj, Sami Maé bedobta Szécsinek. A labdaszedő gyerekek pedig örülhetnek. Begyűjtötték a labdákat. Katona Vécsei a labda útja. Majd Regic. Ő is ugye gólt szerzett ballal az első fél időben. Most megérkezik az a bizonyos szél, csak hát egy picit még mindig visszafújja a labdát. Jó labda lett, jó labda volt végül is egyébként Maétól. És befordul még hozzá Szántó, és szerez egy szép gólt. Hát most a szél is egy kicsit, azt gondolom, hogy segített nekünk, a visszafújt labda pont Ramadánhoz került, aki megtartotta, majd passzolt Szántóhoz, aki remekül emelte be a 10. ferencvárosi gólt az 53. percben. Az 53. percben megszerezte a 10. gólját a ferencvárosi tornaklub csapata, a gólt szerző 69-es számmal játszó Szántó Regő. Úgyhogy Szántó is duplázott ezzel. Ramadán is Uzuni mondhatja el magáról még ezen a mérkőzésen ezt. Borda remek indítása a szélre, meg is találta a hosszún a társat. Ebből lehet esetleg keresni valója Balaton Almádinak. Degera már is levarázsolja azt a támadók lábáról, közben Imbor befelé passzolt volna, vagy kifelé fordulni, hát ezt most már majd nem tudta eldönteni, de szerencsére az érkező játékos kirúgta az alapvonalon kívülre a labdát. Ramadán kap egy rövid labdát viszont most Sami Maétól. Sami Maé elmegy, de ezúttal egy picit hosszú a labda. Amár Ramadán megtartja a labdát, megszerezte és bent tartotta. Katona pörgeti tovább, szép megoldás. Regic. Vécsei.
Gera kapja, és viszont ez így les volt, Rocco Baturina kapuba lő, de bár nem vagyok vonalban, valaki lesen volt, úgyhogy nincsen gól. De hát azért érezhető, hogy tényleg osztálykülönbség van a két együttes között. De tényleg azért alkalmanként látunk szép megoldásokat a megye egyes csapattól. Egy-két cseh sorozat, egy-két kényszerítő, hát vagy ki ne hagyjuk a sorból Borda Patrik kapus védéseit. Volt pekhes találat is, amit kapott a Balatonalmádi kapusa, ugyanakkor azért tényleg néhány látványos védést is mutatott be. De 10-0-ra a Ferencváros vezet 56 percnyi játék után. Ramadan. Talán a legnehezebb verziót választotta, Gerának tette ki a szélre, pedig többen is indultak be. Santo! Jócskán kapu fölé. Ugyebár említettem, hogy a mérkőzésen már játszottak, vagy a pályán játszottak már mérkőzést, az ugye a megyei kupadöntő volt, azonban maga Balatonalmádi csapatának ez az első hivatalos mérkőzése ezen a pályán. Nem véletlenül egy ilyen patinás ellenfél, mint a Ferencváros elfogadta a felkérést így szombat délutánra. Vécsei labdájával Gera próbálkozott beadással. Csontos beadása, mindenki mellett átszállt, Gerát találja meg a szélen, és Borda! Fölemelte hangját a Borda Patrik, fanklubi Talmádival is egy gyönyörű édést láthatunk ismét. Borda Patrik! Borda Patrik nagyon remekel ma, de tényleg a 10 gól ellenére nagyon hatékony, jól véd a kikötővezetőként dolgozó kapus. És jön majd egy Balatonalmádi csere. És érkeznek majd az új Balatonalmádi cserék. Ramadan és Baturina kényszerítője, után egy lövés. Regic töldez. Fölé megy. Jönnek akkor a cserék. A csapatkapitány hagyja el a pályát. Jönnek le a játékosok, és pályára lép az a Bencsik Áron, aki talán a legkülönlegesebb történetet küldt el, és nekünk azt mondta, hogy hozzá kapcsolódik a Balatonalmádi labdarúgás történetének legszebb fejes gólja. A dolog szépséghibája az, hogy mindezt a saját kapujába tette. Ettől függetlenül az élmény már megvan. És ott nálunk is egy csere, Zion Jones érkezett. Méghozzá Sami Mai helyére. Zion Jones ezúttal itt most a ferencvárosi támadó szekció bal oldalán van. Bencsik kapja meg Zion Jones mellett, ez ígéretes akció volt, Imbor lépi át és teszi Szécsinek a labdát. Szóval Zion Jones
mindkét szélen jól játszott az edzőtáborban. Remek gólpaszt adott például innen a bal oldalról a Ludogorec ellen. Kim volt közben a labda. Szóval remek gólpaszt adott innen a bal oldalról Frank Bolinak. Ferencvárosi körgyűrűben a Balaton-Almádi játékos, hát körforgalom az itt van, körgyűrű azért nincs, ettől függetlenül megállítottuk ezt az akciót. És már is átkerül a labda a ferencvárosi jobb oldalra. Bécsei Bálintnál. Majd Gera Dániel. Annyira beleolvadt Gera Dániel lelátóba, azt hittem egy szurkolónak passzolja ki Vécsei a labdát. Csantas, remek felívelés, Regics, lesz-e balos lövés, Rocco Baturina, és végül szerelik horvát támadónkat. Gera gyújtja be a rakétákat és szerzi meg, a labda pedig kipattam. Ferencvárosi dobás következik. Katona Máté, aki ugye sérüléssel bajlódott, de most már úgy néz ki, hogy teljesen rendben jött többször. Most már azért a mérkőzéseken is egyre lehetőséget kap. Egy hosszú felkészülés és majd, hogy nem rehabilitáció volt az ő remek állapot. Közben Zion Jones kap egy remek labdát, és így! Nem igazán tudta megszelidíteni a lasztit az átadás után, úgyhogy a bal alsó sarok mellé lőtt. Hosszú volt Vécsei labdája, egy picit erős is volt Szántó felé. És hát ha nézzük az átlagot, akkor 4 perc múlva kellene jönnie az újabb ferencvárosi gólnak. És úgy tartható a 6 percenkénti gól, de hát most játszanak csak egy jót a felek. Ramadan. Jó cselekkel tör előre, és már a 16-oson belül van, jön a beadás. Katona előtt tisztáznak, és Csontos gyűjti be. Zion Jones. Vécsei. Közben egyébként hallottuk a Balaton-Almádi utánpótlást is. Bíztatták a felnőtteket. Csontos. Ezúttal nem adja középre. Vécseinek leátsza. Ballábas körökön a labda. Jó löbbölés, Gera, jön a lapos beadás, tisztáznak a hazaiak. És megindul az Almádi, megy a szélre a labda, jön a szélre a labda, kérték is ezt a játékosoktól, Bencsik. Ugye, mint mondtam, többségében tehát sok fiatal játszik az Almádi csapatában. Egyetemre, főiskolára járnak, Budapestre, vagy éppen a környékbe, gazdasági, illetve vendéglátásban szeretnének majd dolgozni. Van, aki például kommunikáció téren szerezne diplomát, és van, aki egyébként a testnevelősi főiskolán, a TF-en is tanul, úgyhogy a sportáktól nem szakad messze. Katona labdája egy picit rövid, elhalásszák az Almádiak, és meg is tartják a labdát. Nincs szabálytalanság, Gera gyűjti be. 65. perc, 25 perc van hátra a meccsből. Most egy picit azért az Iram is visszább vetett, ezért hiába tartunk
fél hét magasságában azért még mindig rendkívül meleg van. Hátuladogatnak a felek. Imbor is csontos a labda útja. Ramadan Regic. Regic. Zion Jones. Ramadan. Egyébként a teljes utazó keretünk így viszont pályára lépett. Baturina kap labdát, és ezúttal fölé durrant. Na, Troko Baturina lassan körbelőtte a kaput. Úgyhogy egy gólt azért már szerzett így is Roko Baturina. Felívelés? Nem. Inkább vissza kapu előterébe a labda. Jól megnyújtott labda, Zion Jonesnak kell sprintelnie. És teszi hátra Szécsinek. Gary Regis itt kérte, csak szólok. De most nem oda ment a labda, úgyhogy a jobb oldalról indulunk. Csontos. Ramadan. Katona. Zion Jones gyűjti be a bal oldalon. És Regicnek tálal. Aki visszateszi az amerikainak. Regic. Ott át is fűzi a védőit, de szépen csinálja. Belöbböli középre, Gera jön, és ezt is kiválják a gólvonalról. Na, ez most látványra is szép volt. Ramadan, az ő lövését pedig Borda védi. Na, megvoltak a helyzetek. Majdnem megvolt a 11. ferencvárosi gól is. Itt már azért némi minimál feszültséget egy fázis ceruzával lehetett volna mérni. De végül kimaradt a helyzet. Regis erőszakosan, ezúttal nincs meg a labda. Bécsei szerez labdát, Regic. És Roko Baturina indulhat, megteszi át a szélre, és ez Bordáé lesz így. Most jól zárt ezúttal is a Balaton-Almádi védelme, úgyhogy Borda Patrik tudta megszerezni a labdát. Kellett ehhez azért védője segítsége is. A 10 gól ellenére azért tényleg, aki nem látta a mérkőzést, vagy éppen most kapcsolódna be, annak elmondom, hogy azért Borda Patrik többször mutatott be nagy bravúrt. Egyetlen egy apró hibája volt, azt Ramadan kihasználta, ezen kívül hát nem nagyon tehetett a gólokról. Egy-két szép kényszerítő, egy-két finom csel, ezekkel próbálják meglepni a ferencvárosiakat a hazaiak. Csontos beívelése, picit lecsúszik, Osszun azonban megtalálja Ramadant. Szántó cselezget, és a bal lábára lesz-e belőtt labda, és végül Szántó adta középre, deles volt. Tehát Szántó kiugrása pillanatában már lesen volt. Ramadan becsúszását most szabálytalannak ítéli a játékvezető, úgyhogy a hazaiak jöhetnek szabadrugással. Ramadan remek gólt szerzett itt a második félidőben. Az elsőben meg, mint mondtam, egy rendkívül szerencséset és pimasz találatot. És lassan átlépünk a 70. percre. Nem sikerül megint az Almádi passz. Csontos gyűjti be.
Zion Jones. Csontos. Csontos a bal hátvéd posztjáról most már középső védő pozícióba került. Zion Jones sprintelget itt a bal szélen. Gera kapja közben a labdát a jobb szélen, és rúg egy gólt. Méghozzá 11-et. Németországi edzőtáborozásunk utolsó gólját is Gera szerezte. Így pedig a 11. ferencvárosi gólt jegyzi. Ezt most nem adta be, inkább kapura lőtte, jól tette. 11-0-ra vezet a Ferencváros. És még ha egy picit rászámolunk a hosszabbításra is, akkor még egy jó 20 percünk van, szűk 20 perc. Hát van jó néhány játékos, akinek ez a kérés szólhatott, a léci ad nekem a mezedet. Lehet, hogy talán a külföldi játékosok nem értették, de majd maximum tolmácsolják feléjük az infót. Szántó szerzi meg a védőről lepattanó labdát, majd cselez a bal lábára, és buktatják föl Ramadán. Őt is löknék, de nem esik el. Gera, jön a beívelés, mindenki feje felett elszáll. És végül Katona gyűjti be. Csontos. Ki a szélre Zion Jonesnak. Jones, egy jó csel, majdnem meg volt a második is, gyorsaságával azonban megszerzi a kipattanót. Ugye, mint már azt mondtam, kedden játsszuk a Pristina elleni visszavágót a Bajnokok Ligája selejtezőinek első körében. Igazán előnyös helyzetből. Közben Vécsei lövését védi Borda. Júlia ballábas kísérlet Vécseitől. Imbor közben megszerzi a labdát, szóval kedden játszunk a Bajnokok Ligája selejtezőjének visszavágóján Koszovóban is. Megnyugtató, de ugyanakkor még olyan előnyről várjuk ezt a folytatást, ami azért még nem ígér biztos továbbjutást. 3-0 ez az eredmény, úgyhogy reméljük kedden este is örülhetünk majd. És amennyiben tovább jutunk, akkor a litván Zalgiris Vilnius és az északír Linfield párharcának győztesével találkozunk az első meccsen, ott a litván bajnok győzött 3-1-re, tehát az sem egy lefutott mérkőzés. Vécsei, jó beívelés, Baturina csúsztat Borda kezébe. Borda Patrikot élteti a Balaton-almádi szurkolótábor. Hát valóban jól véd Borda Patrik, de tényleg a 11 gólból mondom még egyszer, egy találatnál hibázott, azon kívül hát talán ugyanennyi szervédet nagyot. Közben egy rövid labda Imbortól, Csontos megmenti. Nagyjából negyed óra van hátra a mérkőzésből, is 11-0-ra vezet a Ferencváros a Balaton-almádi Sportcentrum gála mérkőzésén, a pálya átadó találkozón. Úgyhogy tényleg egy gólgazdag, látványos, jó mérkőzéssel avatja fel itt a Balaton-almádi Sportkomplexum MOT. Közben ezt megvártam, még Vécsei lőtt kapu fölé. Lényegesen nagyobb mezőnyfelénben játszik a Ferencváros, ez ugye nem csak a gólok terén, hanem a helyzetek terén is megmutatkozott a mérkőzésem. És az éppen labdát birtokló, majd előre rúgó
Borda Patrik több nagy bravult is bemutatott az almádi kapuban. A hazaiaknak inkább egyelőre csak epizód szerep jutott, sem Bogdán Ádám, sem Szécsi Gergő nem kellett, hogy úgy igazán akcióba avatkozzon. Katona Vécsei, Vécsének onnan volt az előbb egy lövése, Regicsnak már van gólja, beadása is van, Gera vissza ott a 12. Rocco Baturina a gólszerző. 76. perc, 12-0. Szép akció volt, Regics baloldali beadása. Gerát találta meg, aki visszagurított, és Horváth támadónk pedig közelről már nem hibázott. 12-0. 12-0 arányban vezet a Ferencváros csapata a 76. percben. Biztosuk egy kicsit az Almádi fiúk, hogy gyerünk, hajra Almádi! Szabálytalanság, úgyhogy nagyon veszélyes szögből jöhet egy almádi szabadrugás. Egy felívelés után végül is Onodé, Zion Jones párharca után előbbi. Utóbbi volt szabálytalan, és előbbi kapott szabadrugást. Úgyhogy, hogy szöglet lesz? Nem, szabadrugás, igen, nem hagyta el a játékteret a labda, és szabálytalanságot ítélt a játékvezető, úgyhogy jöhet egy almádi szabadrugás. Veszélyes pozíció, és ilyen közel még nem volt a ferencvárosi kapuhoz. Szécsi irányít, jön a beívelés. Jegyezzük fel lövésnek, még hogyha nem volt annyira veszélytelen is, de megvan az első Balaton-almádi veszélyeztetése ferencvárosi kapura. Kapu felé tartó lövésnek azért ezt be lehet írni, de bár is a másik oldalon a labda, Szántó szántja fel a középpályát és hozza pozícióba Ramadant. Zion Jones szépen jár a labda. Ramadan végig fogja játszani a mérkőzést, csak úgy, mint Szántó. Katona Máté. Jó beívelés, Ramadan. Előtt csúsztatnak, úgyhogy szöglet következhet. Na, kirúgja Ramadan és Szántó, illetve Uzuni volt a szögletek elvégzője. Sőt, ami az első fél időben szép számú volt szögletek terén, ugye Ferencvárosi szögletek terén, ez most még csak az első. A második fél időben ezt Ramadan végzi el. Nem volt gól. Hát megtáncoltatta a kapufána a labda, talán Imbor fejelt, úgyhogy most Bordának szerencséje is volt. Úgyhogy itt most tényleg a hazaiaknak szerencséjük is volt. Itt a minden kapufán megtáncolt a labda. Közben a játékvezetőben elakad a labda, úgyhogy játékvezetői labda után jöhet. Csere van, csere lesz, csere lesz. A hazai csapat, de már is Imbor robban ki a védelemből. Ramadan picit mögé jött a labda, viszont így, hogy kimegy a labda, most már tényleg jöhet a csere. Cserél az almádi csapat, hölgyém és uraim, egy nagy tapsot kérnék szépen. 4-eset Tóth Dániel jön le a pályáról, és 99-eset Borda Patrik is befejezte a mai mérkőzést. Egy nagy tapsot kérnék szépen a két almádi játékosnak, és már is... Hát megérdemli a vastapsot, főleg a kapus Borda Patrik. Több nagy bravúrt is bemutatott a mérkőzésen, és a hazaiak legjobbja volt. Borda Patrik a meccsőse, a kikülövédéseivel. És a 99-es Borda Patrik helyett jött egyébként a 99-es számú kapus. Úgyhogy ez egy érdekes kombináció, de ezúttal már Borda Patrik helyett egy másik kapus.
méghozzá Koncz Péter. Na, leteszteli-e Vécsei Koncot? Szántó felavatja. 13-0. 80. perc, pont átfordult az óra, és végül a Vécsei-től kapott labdát Szántó a jobb alsóba tekerte ballal. A Ferencváros csapata a harmadik gólját lőtte a 69-es mezve játszó Szántó Regő. 0-13 az eredmény. Újabb mélységindítással próbálkozik a középkezdésből, és Széchenynek kell kirobbanni a kapuból, bocsánat a elszólásért. Jaj, csak Ergő meg ne sérüljön. Először kellett közbeavatkoznia. Nagy lendülettel jött ki. Kicsit most a bokáját fogja. De nincs gond. Jól robbant ki kapujából a kapusunk, és most már úgy néz ki, hogy a lába is rendben van. Csontos és Ramadán összjátéka után már Vécsei kapja a labdát. Kevesebb, mint 10 perc, most már inkább 9-nél is kevesebb van hátra. Ramadán, szép sarkazás magának. Nem így szerette volna, mert Zion Jones-ot szerette volna akcióba hozni, és inkább szögletre fejelik Ramadán beadását a hazaiak. Második szögletet, ugye a második például a Ferencváros összes az egész mérkőzésen ez a hetedik sarokrúgás lesz. És akkor most már abból a sarokból is rúghat szögletet a Fradi. A három gólos Szántó, Vécsei, Szántó megint, Regics, Gera, Regics, lepattan róla egy játékos, Regics, és ezúttal véd Koncz. Vécsei. A szép. Rocco Baturina, és a lövés helyett inkább még egy cselt választott a Vécsétől kapdát. Koncz azonban védett. Zion Jones engedi el, és majd teszi hátra Széchenynek. Csontos. Imbor. Megszerzi a labdát az Almádi. És ez így viszont lesz. Itt sem voltam ugyan vonalban, csak néhány méter választott a játék a partjelzőtől, de ez azért tényleg látható volt, hogy ez bizony lesz. Jól játszott ma a Ferencváros, kihasználtuk a helyzeteinket, még akkor is, hogyha Borda Patrik nagyokat fogott. Jól működött az együttes, jól szóltak a hangszerek, a legszebb gitárpengető talán Szántó Regőnél volt, ugye 3 gólt szerzett. De tényleg nagyon sok játékos lenne kiemelni. Például Regicset is, aki most Katonához passzolt. Mérkőzésnek és edzésnek is kiváló volt ez a találkozó, amelyen azért tényleg, ha már ide jött a Fradi a nagy csapattal, a nagy BL-ben szereplő Fradi, akkor bizony megmutatta azt, hogy bizony miért is az ország legjobb és Közép-Európa egyik legjobb csapata. Úgyhogy a 13 kapott gól ellenére én azt gondolom a Balaton-Almádi szurkolók sem panaszkodhatnak, mert tényleg azt mutatta meg a Fradi, amit tud. Még akkor is, hogyha valóban van jócskán osztálykülönbség a két együttes között. Regics futja le védőjét,
futja le védőjét és teszi középre. Baturina a befejező. Megvan tehát a 14. ferencvárosi gól. Ezt Rocco Baturina szerezte, úgyhogy ő is most már 3-nál tart, mint Szántó Regő. Gólt szerzett a ferencvárosi tornaklub csapata, gól szerző a 22-es szám Majerzó Rocco Baturina, aki a 3. gólját lőtte. Fradi önbizalmával eddig sem volt probléma, de azért az ilyen mérkőzések egy kicsit talán a lelkeknek is jót tehetnek, egy kis önbizalom növelés, egy kis játék, hogy mégsem inkább edzéseken kell most bizonyítani, hanem azért egy mérkőzésen, ahol mindenki játszik. Lehet gyakorolni, lehet a taktikát egy kicsit szépítgetni, finomítani, hogy aztán majd a igazán fontos tétmérkőzésen majd első körben jövő kedden Pristinában a koszovói bajnok ellen tovább jussunk a bajnokok ligája selejtezőjének első köréből. Az biztos, hogy az a második féldeli játék, amit a Grupa Marinában láthattak a szurkolók, az működhet majd a koszovói csapat otthonában is. Itt azért többségében inkább a fiatalok játéka volt látványos. Na, Rocco Baturina majdnem megszerzi a mérkőzésen a 4. gólját Gera Dániel beadása után, de nincs meg a 4. gólja, úgyhogy maradunk 14-0-nál. És most már tényleg csak percek vannak hátra. Zion Jones szerez erőszakosan és határozott a labdát, teszi centerbe, de a Regis-től elpattanó labda végül konckapus kezében köt ki. Mérkőzés után se menjenek messzire, kedves nézőink, mert a rövid reklám után ismét élő interjúval jelentkezünk. És hát a csapatkapitányi karszalagot jelenleg viselő Vécsei Bálint lesz az, aki megszólal majd, illetve kérdezi majd Szaladji Áron kollégám. Szabálytalanság Zion Jones ellen, szabad rugás a Ferencvárosnak. Vécsei ugyan nem lőtt gólt, de nagyon hasznos mezői munkát végzett. Hát, hogyha a szomszédban lévő Monster Truck Show nézőközönsége szerencsés, és úgy fújja a szél a hálót, akkor még talán ők is láthatják ezt a hátralévő néhány percet a meccsből. Remek indítás Ramadántól. Szántó. Jó, hát igen, ez most elengedhető volt. Hopp, csak közben görcsöt kap az egyik Almádi játékos. Úgyhogy Szántó segít neki. Hölgyeim és uraim, a rendes játék utolsó két percében vagyunk. Gyors. Nagy tapsot kérnek szépen a két csapatnak. Biztosuk még a... Gyors kortyot igatnak a játékosok. És rendben is van. Szántó Regő amellett, hogy jól is játszott, mely sportemberi nagyságáról is tanul bizonyságot tett és segített sérült görcsöt kapó sporttársam. Úgyhogy nem is korbonsztoki feladatokat, de legalább orvosi segítséget is tudott nyújtani Szántó Regő. Az utolsó perc kezdődik a mérkőzésen. Nem hinném, hogy olyan jelentős hosszabbításokba fogna a játékvezető. Úgyhogy egy nagyon élvezetes kis mérkőzés így a hét zárásának, a hétköznapok zárásának pénteken. Bőven belefér még egy jó hekk, egy jó lángos, ki lehet beszélni a mérkőzést. Egy nagy lövés még azért Ramadántól, igen. Le lehet menni még strandolni, élvezni lehet a napsütést, a jó időt, megúsztuk az esőt. Hát most ferencvárosiként azért a gólesőt, azt hagyd mondjam, hogy nem. De tényleg mind a képernyőn, mind a
reméljük a képernyőkön is, de hát azért a helyszínen is élvezetes volt, és még majdnem ott is összejött egy újabb lehetőség. 4 másodperc is, nem tudom, hogy lefújja a játékvezető, vagy még rátesz egy picit. Itt van a vége. Köszönjük szépen a figyelmüket. 14 ferencvárosi gólt láthattak a Balaton-Almádi Sportcentrum gála mérkőzésén, a pálya átadó találkozón, a sportkomplexum átadón. Jó felhozó mérkőzés volt ez a keddi Bajnokok Ligája visszavágó előtt. Úgyhogy sok sikert majd a csapatnak, és mind a Balaton-Almádinak is a bajnokságban, amieinknek majd a Bajnokok Ligájában.